Zajlanak a munkálatok a bújtosi szabadidőcsarnokban. A 2,1 milliárd forintos állami forrásból finanszírozott beruházás első üteme még 2014 nyarán kezdődött, amelynek keretében kívülről szépült meg az épület. 2015. augusztusában megkezdték a csarnok belső munkálatait, amelynek során átalakult a sportkomplexum teljes belső szerkezete, megvalósult a létesítmény akadálymentesítése és megszépült az épület külső környezete is. A fejlesztés harmadik üteme tavaly szeptemberben kezdődött, ennek keretében elvégezték az épület alapszerelvényezését. Jelen pillanatban a gipszkartonozási munkálatok, a mosdók, az irodák és a VIP boxok kialakítása zajlik. Megújul a komplexum keleti oldalának bejárata is, itt a térburkolatot helyezik el. Folyamatban van továbbá a tűzivíztartály kialakítása is a csarnok mellett, a szakemberek épp a betonozási munkálatokat végzik. A beruházás a terveknek megfelelően a határidőket betartva zajlik. Azért is fontos a határidők betartása, mert egy nagyon rangos versennyel, eseménnyel nyit majd a sportcsarnok, ez pedig a röplabda Európa Liga lesz, tehát a komoly sikert elért magyar női válogatott szerepel majd, és másik három válogatott a buszhatyában. Ez megint Európa Liga nagy esemény, nem is tudom hány éve nem volt ilyen tétmérkőzés sorozat Nyíregyházán, ezzel nyitunk június első napjaiban, majd a verseny utolsó napját követően pedig egy Rubin Réka előadás is lesz, úgyhogy arra is mindenkit várunk szeretettel. Bevallom, jó így beszélni már a csarnokról, hogy itt van viszonylag közel az átadás, és megint nagy rendezvényeken sok néző ott lehet a sportcsarnokban. A modern, nemzetközi előírásoknak is megfelelő többfunkciós csarnok különlegessége az lesz, hogy a pályákat három egyenlő része lehet majd osztani kereszt irányban, így akár három kosárlabda pályát is kialakíthatnak kosárlabda palánkkal, valamint röplabda padló hüvelyezéssel. Ennek azért van jelentősége, mert így a nagy csapatok is tudnak párhuzamosan edzeni, valamint az utánpótlás számára is biztosított lesz a profi körülmény. Mivel az utóbbi években jelentősen megnőtt a csarnok látogatóinak száma, ezért az ülőhelyek bővítése érdekében két 60 méteres hosszirányú mobil lelátót is beépítenek. A lelátó mérete olyannyira lecsökkenthető, hogy akár nemzetközi válogatott szintű kézilabda mérkőzéseknek is otthont adhat a komplexum. Mindezek mellett 6 darab egyenként 60 és 80 négyzetméter közötti szekciótermet alakítanak ki, ezáltal elérhetővé téve más szabadidős sportokat is, mint például az aerobik, a karate vagy a birkózás. Teljes mértékben megújul a világítás is, amely már lehetővé tesz HD felbontású televíziós közvetítéseket. Továbbá egy korszerű úgynevezett digital signage technológia segíti majd a könnyebb tájékozódást a több funkciós modern komplexumban.